Nos, hát tovább szállunk a sárkányok szárnyain Nyírbátorba. Nyírbátor város polgármestere a vendégünk. Jó estét, szervusz! Hát nem csak erről az egy fesztiválról szól Nyírbátor, és ahogy így a gondolataimban próbálok lapozgatni, ahogy hamarosan majd ebben a programfüzetben is, ami az egész nyarat tulajdonképpen itt egy programfüzetben mutatja, hát a zenei napok és a szárnyos sárkány az azt hiszem, hogy szinte minden megyeinek már egy olyan információ, hogy tudja, hogy miről szól, és tudja, hogy hová kell utazni. És ahogy látom, azért ezzel ti nem voltatok elégedettek, mert hogy egyre színesedik a paletta. Gyakorlatilag ugye a művészet minden ágát próbáljátok megmutatni. Hát ez a nyár, ez egy rendkívüli gazdag nyár lesz itt Nyírbátorban. Hány ember dolgozik azon, hogy ennyi fesztiválnak adjatok otthont? Hát én is köszöntöm a televízió nézőit. Valóban nagyon színes a program, és valóban az egy nagyon fontos része ennek a történetnek, hogy egy pár éve úgy döntöttünk, hogy ezek a több mint három évtizedre, hát a zenei napok 52. alkalommal kerül megrendezésre, szóval hogy ezek a több évtizedes fesztiválok, ezek nagyon izgalmasak, nagyon érdekesek, nagyon különleges részét képezik a megye kulturális életének, de hogyha komolyan vesszük, hogy a város kulturális tekintetben egy kicsi kis fővárosa vagy fontos helyszíne akar lenni a térségnek, akkor nagyon fontos, hogy a teljes szezonra kínáljunk mindig az ide látogatóknak valamilyen kulturális vagy szabadidős programot. És hát ezt próbáltuk egy ilyen bátori nyár keretében egy rendszeres vagy egységes programsorozattá összefűzni. Hát sokan dolgoznak nyilván, hiszen a kulturális központban dolgozó kollégákon túl a fürdő munkatársai, a várkastély, az idegenforgalommal foglalkozó munkatársak, a hivatalban a különböző szakemberek próbálják ezt összerakni, és mindig vannak az adott témához olyan igénybe vett külső szakemberek, vagy felkért szakértők, akik nyilván a témában járatosabbak, vagy az adott téma sajátosságait jobban ismerik. Hogy csak egy példát mondjak, a zenei napoknál például a Török Gézát és a Terdik Pétert kértük fel. Péter a Magyar Rádió, Petőfi Rádió zenei főszerkesztője, és nem mellesleg Nyírbátorból származik, nem véletlenül őt kértük fel. Szóval próbáljuk ezeket az embereket, szakembereket bevonni, hogy minél inkább különleges, ugyanakkor szakmailag megfelelő programok álljanak a rendelkezésre. Hát gyakorlatilag mondhatnánk, hogy a kultúra bölcsője vagytok, hiszen ugye, ha már itt az elszármazottakról van szó, tényleg szinte, hát hogy is mondjam, nagyon színes az a paletta is, ahová ezek az elszármazottak kerültek. Lehet mondani, hogy ők szívesen jönnek vissza, gondolom. Nem is tudom, tehát tényleg nagyon-nagyon bő a kínálat. Talán most csak arra van időnk, hogy a legkülönlegesebb programokról, vagy ami a szívednek a legkedvesebb. Közben itt elkezdem mutogatni, és talán itt egy kicsit vizuálisan is megerősítjük ezt a gazdag programot. Mit lesznek a legizgalmasabb dolgok? Hát ahogy mondtam, nyilván a gerincét a fesztiváloknak a szárnyas sárkány és a zenei napok adja, amelyek a legrégebbi fesztiválok, és ezekre nagyon büszkék is vagyunk. Itt igyekszünk a hagyományokat megőrizni, ugyanakkor olyan fellépőket találni, akiket vagy régóta szerettünk volna már elhívni, vagy gyakori fellépői a rendezvényeknek. A szárnyas sárkánynak egy nagyon különleges utcaszínházi hangulata van, ami más fesztiválokon is megtalálható, de ez talán egy olyan fesztivál országos és nemzetközi szinten is ismert, ahol Argentinától Lengyelországig minden irányból érkeznek fellépők, és ennek az ágazatnak a hazai legjobbjai is itt lesznek, és én azt gondolom, hogy ez méltán híres. A zenei napokról azért nem érdemes sokat beszélni, mert az annyira 52. alkalommal már, én azt gondolom, hogy megyében, aki a komoly zenét ismeri és szereti, az tudja, hogy a református templomban egy koncert, egy komoly zenei koncert legyen az akármelyik filharmonikus zenekar, vagy akármelyik rádióénekar, vagy kantemusz kórus, szóval sok mindenki fellépett már, az egy nagyon különleges dolog. És hát próbálunk a lovasnapokkal például, vagy az új programunkkal, ezzel a városi sportnappal egy olyan rendezvény helyszínt megerősíteni és behozni ebbe a sorozatba, ami a nyírbátori gyógyfürdő, a mellette épült fedeles és lovarda területe, a gyulai erdő, a szénaréti tó, valami a természetnek egy kis gyöngyszeme ott nálunk, és nagyon-nagyon különleges természetközeli atmoszférája van, és ezek a rendezvények, ezek a sportrendezvények pedig alkalmasak arra, hogy egy kicsit jobban a családoknak, a szabadidő hasznos eltöltésének egy komplex hétvégi programokat kínáljunk, hiszen itt egy helyszínen nagyon sok minden nem csak hogy megtalálható, hanem kipróbálható is, és ezt kínáljuk az embereknek. Nyilvánvalóan a térség lakói számára mindenképpen jeles napok ezek, amikor egy kicsit ki lehet kapcsolódni, és ahogy itt
itt említetted, szinte megelevenedett lelki szemeim előtt, hogy mint egy kis ékszerdoboz, Nyírbátor a gyönyörű természeti környezetével valóban egy vonzó terület lehet amúgy is a turistáknak. Ezek a fesztiválok mérhetően javítják mondjuk a turizmust a térségben? Én azt gondolom, hogy az előttünk álló időszak talán legnagyobb feladata éppen az, hogy az elmúlt években nagyon komoly infrastrukturális fejlesztések valósultak meg. A műemléki templomaink teljes egészében megújultak, épült egy várostörténeti sétány, ez a csodálatos gyógyfürdő pár éve kínálja a szolgáltatásait, és voltak ezek a régi hagyományos fesztiváljaink. Ami nem annyira tudott talán működni az elmúlt években, hogy a kettő alakítson ki egy olyan kínálatot, ami nem csak a helyieknek, hanem a turistáknak is nyújt lehetőséget, és én azt gondolom, hogy ez a folyamat áll még előttünk. Sokan látogatják a fesztiválokat, de én azt gondolom, hogy nem lehetünk ezzel elégedettek, hanem pont azért kell színesíteni a kínálatot, a mai igényekhez is igazítani a hagyományok mellett, hogy minél többen és többen és többen elérjék. Persze az is nagyon sokat jelent, hogy az autópálya most már eljött egészen itt a megyehatár vége felé is, és Nyírbátor gyakorlatilag könnyen megközelíthető, könnyen elérhető, és így egyre messzebb és messzebbre tudjuk kínálni a szolgáltatásainkat, de van előttünk azért nagyon sok feladat. Bízunk benne, hogy most a szállodai kapacitások is a városban a pályázatok lehetőségével fognak bővülni, és ez mind-mind összeadódik. Nekünk egy a feladatunk ebben, hogy a kínálat minősége, színvonala, sokszínűsége az évről évre növekedjen és nyitott legyen, és akkor egy hosszú munkával szerintem el lehet azt érni, hogy valóban ezek a fesztiválok és a turisztikai attrakciók és a szolgáltatások azok a turizmus növekedését is erősítik a városban. Hát tökéletes végszó. Nem is tudom, hogy igazándiból, hogyha most két programot kellene választanom, akkor melyiket válasszam, mondjuk nagyon izgalmas az éjszakai fürdőzés, de azért ezt megspékelném egy kis kulturális vagy egy kis sportdologgal. Szóval mindenképpen azt hiszem, hogy egy honlapot még ajánljunk, mert hogy ugye itt 8-10 perc alatt nem tudtuk elmondani mindezt az információt, illetve a részleteket hol tudnak a kedves nézők. És mondom, hogy akár jegyekhez is jutni, tehát mindenféle plusz infót. A Kulturális Központnak a honlapján megtalálhatók, hát ez nagyon egyszerűen, stílszerűen a kulturalisközpont.hu weboldal. Ezen a valamennyi információ megtalálható, és a Nyírbátori Kulturális Központnak a Facebook közösségi oldalán is minden program, minden információ elérhető. Én azt gondolom, hogy akiket érdekel, azok megtalálják azt a hétvégét, ahol a fürdőzés, a templomlátogatás, egy kis toronytúra, városnézés és egy színes kis kulturális programmal együtt egy érdekes hétvégét nálunk el lehet tölteni a nyáron. Köszönjük szépen, és némi gasztronómiával fűszerezve biztos megéheznek ennyi program után.